Hát egyszer, mert jó forgalmat lehet belőle generálni, jó a haszonkulcs a termékeken, és a vevőknek is egy hosszú távú megoldást ajánlok ezzel a termékkel, mert általában a reklamációk nagyon-nagyon minimális esetben adódnak a MAPEI termékekkel kapcsolatban, illetve hogyha adódnak, akkor viszont nagy részében a kivitelezők problémái miatt. Nagyon sokszor adódik olyan, hogy kivitelező egy nagyobb építkezés során bizonyos problémákra nem tudja a megoldást, és ezt most nem régen Siófokon is egy sorház esetében igénybe vettem. Készségesen kijött a MAPEI-től a kollega, és a kivitelezővel átbeszélték a problémákat, milyen anyagokat tudnának alkalmazni, és ezek a termékek már szerencsére rajtunk keresztül megrendelésre is kerültek, sőt már le is szállították a terméket. Több új vevő is jött, előtte ugye nem tartottunk, és ezek a kivitelezők ezek ragaszkodtak az anyaghoz, és valahol az árát más kereskedésekben nem találták megfelelőnek az árát, illetve mi plusz szolgáltatásokat is nyújtunk a vevőinknek, például állványzatot biztosítunk, kiszállítunk 7 teherautónkkal, és ezek miatt a plusz szolgáltatások, illetve hát a MAPEI minősége miatt kerestek ezek az új partnerek bennünket. Mindenképpen hosszú távra tervezzük, igen, az együttműködést. Igazából azért ajánlanám az építetőknek, mert egy ember életében egy házépítés az elég fontos és egy meghatározó dolog, és mindenképpen én úgy gondolom, hogy a ház építése során olyan anyagokat kellene beépíteni, vagyis hát kell beépíteni, amik megbízhatók, amik hosszú élettartalmak, és utána amivel nincs probléma. Hát ez mindenképpen a MAPEI-t ezáltal ajánlani tudom. A megrendelőknek nem mindig csak a termék árát nézzék, hanem a minőséget is nézzék, és azt nézzék, hogy később nincs probléma, és nem kell még egyszer csinálni azt a bizonyos tevékenységet. A MAPEI, én úgy gondolom, hogy bármilyen probléma esetén az ember mögé oda tudna állni, és az is nagyon fontos, hogy egy ilyen régi keletű cég áll a termékek mögött, mert sajnos most már a cégek jönnek, mennek, és a MAPEI az azért Magyarországon is már elég régóta jelen van, meg hát Európában, és bármilyen probléma esetén, hogyha kell, akkor segít. Hát azért gondolom azt, hogy szolgáltatás, mert igazából nem csak az van, hogy elad a cég, hanem bármilyen probléma megoldásra megfelelő szakembert is kiküldi, hogyha ez szükséges, és hát azért ez elég fontos dolog, tehát ezt nem mindegyik cég tudja megcsinálni.